Mark Zuckerberg a metaverzumban. A mai videóban szeretnék nektek beszélni a metaverzumról, illetve arról a lehetőségről, amit látok a metaverzumban a kriptók terén, illetve az nft k terén. Én azt gondolom, hogy a metaverzum egy olyan életre szóló lehetőséget nyújt azoknak, akik időben észreveszik ennek a fontosságát, ami azt gondolom, hogy egy hasonló lehetőséget tartogat, mint például, ha ott lettél volna az Ethereum vagy a Cardano megszületésénél. Beszéljünk a mai videóban erről az új trendről, ami azt gondolom, hogy a teljes kriptovirágot, illetve az NFT világot egy újabb felhajtó erővel fogja ellátni, és ez nem más, mint a metaverzum. We're gonna talk about the metaverse. Üdvözlök mindenki Decentralized Finance Hungry mai videójában. A mai videóban egy új trend, egy új felfutással rendelkező hullám érkezett ismét a kriptó terén. Ugye ez a trend nem más, mint a metaverzum. Ugye már Zuckerrel kijött egy olyan videóval, ahol azt állította, hogy Cég át fogja nevezni metává, és erről is itt mutatok nektek egy videót. Ugye már arról beszélt tulajdonképpen, hogy a valóságot át szeretné vinni egy metaverzumba, illetve az olyan világot, amiben mi élünk, az teljes mértékben szeretné a metaverzummal átalakítani, egy olyan lehetőséget nyújtani, hogy te, mint saját magad személye részt tudjál venni ebben az univerzumban. És hogy ez mit jelent pontosan, ahhoz mindenképpen fontos lenne tudni azokat a dolgokat, hogy mi az az NFT, mik azok a non-fungible tokenek, mi az a 3D scanning és egyéb ilyen kifejezések, amik fontosak lehetnek. Azt gondolom, hogy a kriptók nagyon fontos szerepet fognak játszani a metaverzumban, hiszen ezek fogják tenni azt a lehetőséget, hogy az ember transzparensen tudja bizonyítani a tulajdonjogát bizonyos területeken. Itt beszéltünk akár ingatlanokról, beszéltünk akár NFT-kről, virtuális műalkotásokról, virtuális tárgyakról. Ugye a virtuális tárgyaknak a bevitele a metaverzumban, a virtuális valóságba egy úgynevezett scanning technológián keresztül lesz majd lehetséges. Itt nem csak a tárgyakat, hanem valós személyeket tudunk majd ugye bevinni ide. Aki már észrevette, esetleg láthatta, hogy az elmúlt időszakban a thumbnail a videókon elég ilyen metaverzumos kategóriájú, metaverzumos stílusúak voltak, tehát ez a synthwave stílus teljes mértékben arra utalt, hogy már tudat alatt tudtam, hogy valami érkezik. És ugye öt napja ki ez a videó, amit Mark Zuckerberg publikált, ami bemutatja teljes mértékben a metaverzumot, illetve azt, hogy hogyan szeretné ezt átvinni, ugye ebbe a világba. Szeretnék kitérni ezekre, de mielőtt ebbe beúlanánk, szeretnék egy gyors, egy piaci helyzetjelentést tartani nektek, és akkor ugorjunk is bele a bitcoin és a kriptópiac helyzetébe, mielőtt folytatnánk az utunkat itt a metaverzumnak a felfedezésével. Mennyitva Megnyitva a bitcoinnak a csártyát, ugye a grafikonyát láthatjuk, hogy a bitcoin gyönyörű szépen tartja magát itt a 60 000 dolláros szint fölött, a 63.230 dolláros szinten mozgunk. Ugye berajzoltam még a tagsági videóimban, gyakran beszéltem arról, hogy a bitcoin jelenleg egy új magasságra fog törni szerintem novemberben, aminek a fontos első lépése lenne az, hogy kitérjen ebből a kis mikro channelből, ebből a kisebb csatornából, amit felrajzoltam. Ugye itt mondtuk azt, hogy egy nagy cup and handle formációt látunk kialakulóban, ami kettő egyenlő magasságú csúcsból áll, illetve egy kicsi pici lefelé irányuló csatornából, amiből szeretném látni, hogy kitörjön. Bitcoin ki is tört, láthatjuk, hogy itt nagyon szépen erről a vonalról áttörte a 60 ezer dolláros szintet, és itt újra 63 ezer dolláros magasságban mozog. Nagyon fontos lenne neki az, hogy ide föltörjön az újabb magasságba, ami egy Természetesen egy ellenállási zóna jelenleg, de azt gondolom, hogy a 66.000 dollár felé tud kerekedni, akkor innentől kezdve novemberben láthatunk egy nagyon szép új magasságot, egy mindenkori csúcsot, amit a Bitcoin azt gondolom, hogy a jelenleg lendülettel képes átvinni. Ezen felül ugye az elmúlt időszakokban láttuk a Moonriver token, illetve a Harmony One stratégiámat. Én azt gondolom, hogy a Harmony One és a Moonriver egy nagyon érdekes projekt. Ugye Harmony van a sharding cross-chain Shardingot teszi lehetővé, ezáltal nem kell keresztánc videokat használnunk. Gyönyörű szépen kitört ebből a kis bullflagéből, látom, hogy 31 centen mozog, tehát fontos lenne neki az, hogy tartsa a trendet tovább, fölfelé irányuló trendjét, és az 1 dolláros szintét minden előbb el tudja érni. Azt gondolom, hogy a Bitcoin felfutásával mindegyik altcoin jelentősen fog növekedni, és azt gondolom, hogy a Harmony One a tervezett céláramat meg fogja tudni ütni még december előtt. Nagyon szeretném látni őt nem sokára a 70 illetve 80 centes szinten. Ezek után szeretném látni természetesen, vagy közben már a Moonweaver tokent is, ami gyönyörű szépen ide a 250, 260 dolláros szintről föltört, 430 dollárig, most pedig itt konszolidálunk 380 dolláros ö, szinteken. Ugye itt a a Moonriver token esetében azt gondolom, hogy a 470 dolláros szintet át tudja ütni, akkor onnantól kezdve nem nagyon lesz ellenállása, és fel tud futni újabb csúcsokra. Én azt gondolom, hogy ez 1000 dolláros szint is reális lehet neki rövid távon. Természetesen hosszú távon az egész piac megnövekedésével jóabb, jóval magasabb szinteket tud törni. A Harmony és Moonriver a kettő olyan token, amire nagyon-nagyon figyelek. A tagjaimnak szoktam más polkadott paraláncokról is beszélni, illetve más lehetőségekről, amik felkínálkoznak ide. Ha szeretné a Decentralized Finance Hangrid tag lenni, akkor mindenképpen nézd fel ide a Decentralized Finance Hangrid tagságra. A csatlakozás gombot megnyomva meg tudod tekinteni ebben a kis üdvözlő videóban, milyen jutalmakban, illetve egyéb tartalmakban részesülsz, itt van, van írva minden és hogyha tetszik, akkor mindenképpen várunk titeket itt a Decentralized Finance Hungary tagsági részén. Ez egy nagyon klassz kis közösség, amit kialakult. Minden kedden tartok egy live-ot, ahogy tegnap este is. Tartottam egy live-ot a tagjaimnak, és nagyon jó volt a hangulat. Ezen felül ugye minden hónap végén egy sorsra ezt szoktam csinálni, és természetesen a Látok, jó lehetőséget folyamatosan megszoktam osztani videó vagy poszt formájában. Na, ugorjunk is tovább. Ugye Hexről is sokat beszéltünk, ugye Hexről annyit szeretnék mondani, hogy ezután a parabolikus felfutás után azt gondolom, hogy teljesen normális, hogy picit visszajön ide erre a 22-23 centes szintre, hasonlóan a Bitcoinhoz ugye, ami áprilisban fel tudott futni 65.000 dolláros szintig, vissza is korrigált nyáron egészen a 30-28 dolláros szintekig, és ott tartózkodott. Hasonló tendenciát látok most a Hexnél, azt gondolom, hogy ő is most kicsit kihűlő fázisban van, kihűlő stádiumban van ahhoz, hogy egy új launchpadet, egy új alapot tudjon képezni esetleges második felfutásának, tehát azt gondolom, hogy senki se ijedjen meg, aki Hexben van, azt gondolom, hogy ez egy nagyon egészséges és jó dolog, hogy most a Hex egy kicsit konszolidál itt a 22 centes szinten, azt gondolom, hogy innentől kezdve a pull Chain kijövetelével újra magasába fog tudni törni. Ha esetleg még új vagy DeFi témában és mindenképpen szeretnél tanulni, akkor ajánlom a figyelmetbe a Decentralized Finance Hungary e-bookot, illetve az oktató videót, amit itt a DeFiHungry.com on Tudsz megtekinteni. Ezeknek a linkét természetesen lehagyom a videó alatt. Ha szeretnél kicsit tanulni, elmélyülni a DeFi és a decentralizált pénzügyek világában, akkor mindenképpen ajánlom ezt az e-bookot neked. Hiszen azt gondolom, hogy nagyon fontos ezekkel a kifejezésekkel tisztában lenni, illetve tudatában lenni azzal, hogy mi hogyan működik decentralizált pénzváltók, decentralizált autonómus organizációk, a hozamgazdálkodás és egyéb más fontos kifejezés és fogalom. Akkor nézzük meg továbbra is, ugye. Végtekintve az egész piacon azt gondolom, hogy egy nagyon bikás hangulatú, jó időszak vár ránk. Most már nem csak a DeFi szektor, nem csak az NFT szektor, hanem ugye a Metaverse szektor is kezdi felhúzni a kriptók iránti érdeklődést. Ugye, hogyha a coin Market Cap-re feljövünk, akkor láthatjuk, hogy itt van egy olyan fülünk, hogy Categories. Ha ezt a Categories fült megnyomjuk, akkor láthatjuk az összes olyan kategóriát, ami jelenleg nagyon fontos szerepet játszik a kriptók világában. Itt láthatjuk a gamingeket, láthatjuk a, po a Polygon ecosystemet, láthatjuk azt, a gambling, tehát ugye szerencsejáték, logistics, petro capital, real estate, és ugye itt van a, a 9. helyen jelenleg a 9. legnagyobb a Metaverse, és a Metaverse-ek kattintva láthatjuk azokat a projekteket, amik ugye az elmúlt időszakban fontos uh, figyelmet kaptak, tehát ugye Exa Infinity az első olyan NFT gaming earned, uh, earn, play to earn játék volt, amivel tulajdonképpen a saját NFT-del tudtál játszani, és azzal az NFT-del tudtál folyamatosan pénzt keresni. A másik ugye Decentraland Mana, ugye Decentraland Mana nagyon erősen megindult az elmúlt időszakban, láthatók, mondom egy maximális, tehát egy, 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 egy szinte függőleges felfutás történt 80 centra egészen fel az 5 dolláros szintig, ami tulajdonképpen egy teljes mértékben uh, szürreális mozgás volt. Ugye a Metaverse projekteknél kiemelném természetesen a Decentraland Manát, illetve az Exa infinity -t. Az Exa Infinity ebben az évben több mint 200 szorozta magát 70 centről, tehát aki időben észrevette ezeket a projekteket, és bele tudott vásárolni, mert látta azt a jövőt, amit mi is látunk, ugye a tagságban beszélünk azokról az NFT gaming projektekről, amik fontos, fontos szerepet fognak játszani, azok bizony nagyon jól jártak, hiszen ez volt tulajdonképpen az első olyan NFT gaming platform, ahol a saját nft del tudtál játszani, és ezzel a Play to Earn funkciójával még pénzt is tudtál keresni. És mivel minél több pénzt tudott keresni az ember, annál többen akarták ezeket az NFT-ket megvenni, annál több pénzt kép voltak képesek kifizetni ezekre az NFT-kre, és természetesen ezért tudott így felfutni ezek szerint Infinity, azt gondolom, hogy a jövőben is nagyon jól fog teljesíteni, még abszolút az elején vagyunk szerintem a Metaverse világnak, illetve a metaverse technológiának az implementálásában. Tehát aki most szerintem időben el tudja kapni ezeket a projekteket, akár csak 10-20 dollárra, hogyha bele tud diversifikálni az ő számára, a szimpatikus, a, a kutatásai után pozitívan megítélt projektekbe szerintem komoly lehetősége lehet később, nem azt mondom, hogy hónapok múlva, de 2024 25 irányában, hogy, hogy több száz, több ezerszeresét lássa a befektetésének. Ez természetesen az én véleményem, ez nem pénzügyi tanácsadás, abszolút benne van a pakliban, hogy pár projekt ezek közül sikertelen lesz, ki fog esni a játékból, illetve lesznek olyanok is, amik nagyon erősen fel fognak tudni futni. Ugye végig tudjuk tekinteni az összes ilyen projektet, ugye látjuk Decentraland Mana a második, legnagyobb, utána a Sandbox, Sand, és akkor ugye ezeknek ugye meg vannak a weboldalai, <coughs> ugye láthatjuk itt Decentral and tulajdonképpen a Mana tokennel tudsz fizetni, a Decentral pedig azt jelenti, hogy a földek föl vannak osztva, és azokat az NFT-ként meg tudod vásárolni. Ezen felül ugye a Sandboxnál pedig saját magadat tudod NFT-ként előállítani, ehhez tudsz venni ruhát, illetve egyéb más dolgokat, amiket szintén el tudsz majd később adni. Tehát nagyon érdekes, láthatjuk, hogy Snoop Dogg partnere ennek a projektnek, illetve egyéb más nagyobb kaliberű projekt, mint például Dead Mouse, és azt látjuk, hogy, hogy, ezek a sandboxon tartott, tehát sandboxon nem csak az történik, hogy, hogy magadat tudod képviselni, hanem itt tudsz ugye menni, játszani, illetve akár koncertet is tudsz tartani. Tehát nagyon érdekes világ ez. Igazából magukat egy virtuális valóságba visszük ezáltal, és ott tudunk tevékenykedni. Tehát tulajdonképpen nem csak játszani tudunk, hanem amit már szeretne csinálni, például egy olyan virtuális valóságot létrehozni, ahol a COVID által kiéreződött helyzetnek köszönhetően a munkában is ugyanúgy részt tudsz venni a saját magad uh, NFT-jével, tulajdonképpen, tehát egy teljesen, teljesen szürális és számukra még nagyon új dolog ez. Teljesen megértem akkor, ha az ember most kicsit úgy, úgy uh, elgondolkozik azon, hogy ez tulajdonképpen mi is. Abszolút érdekes, és azt gondolom, hogy még egyszer, aki időben ezekbe bele tud szállni, mindenképpen jól fog járni uh, ebben a trendben is. Tehát amik itt föl vannak sorolva, szerintem mindegyik egy gyönyörű szép projekt, ezek közül jó párat e, szoktunk megemlíteni a tagsági videókban, illetve mindig a téma nálunk az azoknak az NFT projekteknek a haladása, fejlődése, amikbe ugye belefektettünk. Nagyon fontos megjegyezni, hogy e, itt kiemelném azokat a technológiai tokeneknek a, a jelentőségét, amik természetesen az NFT-knek a programozhatóságával foglalkozik, akkor azokkal, amik ugye gaminggel foglalkoznak, és mindezeknek a fejlesztése szerintem a jövőben nagyon erős befektetői oldalra fog rendelkezni, ezekben nagyon sokan fognak belefektetni, sokan fogják használni, és szerintem a Metaverse-nek a kijövetelével, ami majd elkészül, elég erősen fognak tudni ezek a projektek működni. Itt természetesen beszélek az olyan NFT-kről, amiket most kaptunk airdropként még tavaly, akár legyen az a pancake szapon, legyen az márhol máshol, ezek az NFT-k természetesen olyan erővel bírnak majd, ahol valós felhasználási funkciójuk lesz, tehát jelenleg valószínűleg legtöbb embernek nem jelent semmit ez az NFT, talán már el is adta, én azt gondolom, hogy az összes NFT-met, amit tudok és ingyen kaptam, megtartom, és nem tudjuk, hogy mit fog hozni a jövő, de, azt gondolom, hogy a trendet tekintve elég erősen haladunk abba az irányba, hogy a metaverzumban ezeket fel fogjuk tudni használni. Ezen felül még olyan lehetőséget is látok a metaverzumban, amik kialakulóban vannak, amik a saját ingatlanunk, vagy egyéb más ingatlannak a NFT változatának a megvásárlásához kapcsolódik. Itt ki szeretném emelni a nextearth.io nevű weboldalt, amit láthatjuk, hogy Binance okoslánc, az Ethereum, a Reef Chain, illetve a Chaining is támogat. Meg tudod vásárolni tulajdonképpen az ingatlanokat, a földeket NFT-ként. Tehát tulajdonképpen a kriptó nagyon fontos szerep fog játszani ugye a metaverzumban, akár ilyen téren, hogy nem kell a földhivatalba bemennünk ahhoz, hogy vissza tudjuk igazolni, hogy valami hozzánk tartozik, hanem föl tudjuk mutatni azt, hogy ez az NFT a miénk, tehát ez a föld a miénk, és itt például nagyon érdekes, meg tudod venni a saját magadnak a lakását, vagy ki tudod alakítani, NFT-vé tudod tenni a saját magad Ingatlan lehetett ezt, mindenképpen ajánlom, hogy nézzétek meg, egy érdekes platform, és azt gondolom, hogy ennek is elég nagy felhajtó ereje lesz azért, mert minden olyan irányba megy, hogy decentralizált módon tudjuk ugye kezelni. Ne kelljen valamilyen kivatalba, valamilyen centralizált helyen bejegyzésekhez hivatkozni, hiszen azokat valahol úgy tekinthetjük, ha esetleg egy, egy diktatúra lép életben, vagy egyéb más, akkor ezeket el tudják kobozni, és itt decentralizált hálózaton természetesen ezeknek a nyoma meg fog maradni örökre, hogy ez az adott telek, vagy ingatlan valakiek a címéhez, valakinek a nevéhez fűződik. Hát nagyon érdekes világ vár ránk, azt gondolom a metaverzumban, én nagyon-nagyon én nagyon -nagyon izgatottan várom ennek a, ezeknek a lehetőségeit. Én már ugye a tagsági videóimban nagyon sokat beszéltem az olyan NFT projektekről, amikben szerintem érdemes diverzifikálni. Ha érdekel, még egyszer nézz fel ide a Decentralized Finance Hungary tagsági videói, tagsági robotába. Ezen felül pedig azt gondolom, hogy aki még most csöppent bele a kriptó világába, az mindenképpen tanulja minél többet erről a világról, ugye az NFT-kről, DeFi-ról, és próbálja magát belásni minél jobban, mert azt gondolom, hogy ezekről a lehetőségről nem szabadna lemaradni a senkinek, és ö, remélem, hogy a videóinkkal az egész kripto közösség itt Magyarországon tud mindenkit segíteni azzal az irányba, hogy minél jobban kiismerje magát ebben a érdekes szférában. Na mindenki, köszönöm szépen nektek a figyelmet, örülök, hogy itt voltatok, a következő videóban találkozunk, addig is sziasztok!